az. Melyik megy ki? Az a fele van ki. De akkor váltsd át. Yeah!
A régi új.
4-8. Hajrá, Rudi bácsi, hajrá! Várjuk a tenyeredet, öcsém! Megyek, ha nem dobtok gólt. Gyere, kínál, kínál! Jó éjszaka! Ezek az újabb szeretnek tárogatni. Ne tárogassanak, gólt dobjanak! Azért jöttünk ide. Igen. Ne szórakozzatok már, Máté, játszatok végre normálisan! Hát a fiam jobban kapura lőtte volna ezt a labdát! Hát
Kaput? Mindjárt cserélünk, 15 perc múlva. Miért ott nem? Spori, van még sárga lapod? Elég nagy hiba, igen. 15 perc után volt meg az első fal. Gyerekek, a Porta megnézi ezt a meccset, sírva fakad! Mit csináltak egész nyáron? Na hol van a csapat? Vagy most mi van itt? Lecseréltek mindenki? Elvittek a húzat. Nyári. Össze kell szokni. Melyik vége? A kapuban, vagy mi volt? Az, aki a gólt kihagyta. Aki a 7 méteres kihagyta. Van kapusunk! Fész pumpa! A lábadról szépen kiment az a labda. Bár gyorsan nem fut a Spori, de jó a szeme. Elég az. Remélem, ma nem lesz vacsora, fiúk, ha így játszatok. Mi legyen, bemenjünk helyettetek játszani? Nálok, hogy ez egy rakás szar, amit csinálnak. Hát ez nem kézilabda. Hát nézd meg, hát 4 gólt dobtunk 20 perc alatt ember. Hát minek mennek be a pályára akkor? De ezért még pénzt is kapnak. Rosszabbak lesznek, mint a focisták. Dobnak rá. Nem, ami felé. Hát nagyon. Látod, a nézők szerint is gyengék a fiúk, nem csak én szerintem. Még szerencsére a gyerekek játszanak, és nem őket nézik. Mert azt lehet, hogy jobban táncolni. Szerencsére lemaradtunk róla. Megfelel egy NBA-es
Játszatok, gyerekek, játszatok! Olyan mindegy, úgyis bedobják. Nincs itt komoly talajjáték, nem lehet lefújni, mint a fociba? Jaj, ne bántsátok, szegény! Fekvőtámaszt is! Ha kicsitnél beválik! Gyerekek, nyomjátok a pumpát inkább! Egyről beszélünk. Végre! Ez az! Nem tudom. Hogy itt lemutogasson. Így van. Meg kinek mutogatok? Nem tudom, én nem láttam. Nekünk? Hát nekünk mutogathat. Nem sokáig. Ja, mert ez új játékos. Ja, nektek mutogatott. Én nem tudom, nem látok el onnan. De komolyan mondom, én 20 éve nem fogtam kézilabdát a kezembe, hogy már több, de ennyi kihagyás után is játszanék így, mint most ezek. Yeah.
Figyelj! Ja, te írtad. Ezek szerint hátrányba kell lennünk, és akkor tudunk gólt dobni. Ezt úgyis megfogja a kapusunk. Máté! Ja, új kapus van, a kapus. Nem baj! Thank you.
És aki a 7 méterest kihagyja. Lehet fogadásokat kötni, gól lesz, vagy nem? Ezt a különbséget. Oh, már megint. Szép volt az.
szép volt most akkor is. Ne? Megérkezett a porta is közül. De az első fél időben nem volt itt. Talán másik sorral jött fel a győr.
Nem csodálom. Mi van, Levi? Sikerült már 4 gól dobnunk a fél időbe. Kétszer. Szúrt ki a labdákat, pattog. Még nem nyomta. Nem tetszett.
Baj, Noci dobott ma mágot. Még van időt gólt dobni, Máté. Ezt a gyereket. Azt a 59. Nem. Így lerántotta. Hát jól. Meg szerint lehet, hogy belül is volt, nem? Belül is volt, nem? Hazai csapat időt kért. Oh!
Na ez a szégyen, amikor már a kapus is góldog. Huszonhárommal fordultak, 8-23 volt. Hogy... Viszont keveset kaptunk a második félidőben. Na mindjárt vége. Van az a pénz, hogy mi tartsuk az edzést, igaz, fiam? Láttam először a mai mérkőzésen, hogy beállósunk is van.
Még megnyerhetjük, fiúk, van 8 perc. Legalább az X meg legyen, gyerekek! Jó úton haladunk, már csak 12-t kell dobnunk. Ja. Meg ez a sor van fenn a Győrtől. Csinált semmit. Védekezett, ja? Azon. Hm? Nem tudom. Kész egyen vagyunk 2 percet! Oszkáról! Igen, mert ez már a második volt. Vagy a harmadik. A sokadik volt neki, az biztos. Na gyerekek, 4 perc alatt 12-t kell dobnotok. Thank you.
Ügyesen felismerte a helyzetet. Szép volt. Na még 12 ilyet kérünk. Jó, de ezt kell felismerni, amikor nincs. Ez most hogy lett tétel? Komolyan? Üres volt a kapu? Mi, hol a kapusuk? Úgy játszanak, mint a Veszprém. Mind a nagyok? Végül is nekik már mindegy, ők megérték. Yeah, that's